Tisztelt államtitkár úr, hónapok óta levelezünk az ön minisztériumával, és újra megkérdez önöket, a bölcsődei dolgozók demokratikus szakszervezete, valamint jó magam is, hogy mikor emelik a 6 éve változatlan minimálbér körüli fizetését a bölcsődei dolgozóknak. Mint tudja, 2008 óta több mint 20%-ot csökkent ennek a fizetésnek az értéke, és jelenleg is 70-80 ezer forint körül van. A válaszokban önök először kitérő választ adtak, és elmúlt 8 éveztek, majd pedig azzal hitegették őket, hogy amint lehet, és idézem, az ország teljesítő képességéhez mérten emelni fogják a béreket. Most, hogy a kormány állítása szerint Magyarország jobban teljesít, szöget ütött a fejembe a kérdés. Ha ez valóban így van, akkor nyilván lesz béremelés. Kerestük is lázasan a költségvetési tervben, de nem találtuk sehol. Kérem, segítsen nekem megkeresni, melyik soron szerepel a szociális féla, ezen belül a bölcsődei dolgozók béremelése, hiszen ha Magyarország jobban teljesít, akkor az önök szavai szerint bért emelnek. Ha netán mégsem így lenne, a két állítás közül kérem, döntse el, melyik az igaz és melyik a hamis, Magyarország jobban teljesít, és akkor emelik a bölcsődei dolgozóik bérét, vagy esetleg hogy a Magyarország nem teljesít jobban, és a bölcsődei dolgozók azzal szembesülnek, hogy 6. éve változatlan marad az éhbér, amit fizetnek, és amiért az ön és az én gyerekeimet, és mindannyiunk idős rokonait ápolják, gondozzák ezek a szociális dolgozók. Várom őszinte válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Simicska István államtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Jogos kérdést tett föl, egyetértek azzal, hogy ön erre rákérdezett, és mi is ismerjük és tudjuk ezt a problémát. Szeretném azonban elmondani önnek, hogy, és hogyha józanul ön is ezt végig gondolja, akkor láthatja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a kormányzat megtesz annak érdekében, hogy mindenki megbecsülésnek örvendhessen Magyarországon. Főleg azok az emberek, akik egyébként a gyermekeink felnevelésében segítenek. Szövetséget kötöttünk azokkal a pedagógusokkal, tanárokkal, tanítókkal, óvodapedagógusokkal, akik egyébként óriási munkát vállalnak, és így van ez a bölcsődében dolgozó emberekkel is. Bizonyára emlékszik arra, hogy az egészségügyben dolgozók bérét jelentős mértékben tudtuk emelni az elmúlt időszakban, mindenféle gazdasági nehézség ellenére, és komoly örökségeket küzdünk le az ország gazdasági helyzetének a helyreállításában is. A pedagógus bérekre, bérek emelésére mintegy 32 milliárd forintot szántunk az idén. Ennek köszönhetően minden pedagógus sokkal jobban járt, mint korábban. Jobb megélhetést tudunk a számukra biztosítani. Mindenki, aki esetleg nem részesült 10 000-től 100 000 forintig terjedő emelésben, azoknak is kompenzálásra került a bére, az illetménye. A gyermekek utánjáró adókedvezményekről már az előbb beszéltem, ez is eszem komoly előrelépés ennek érdekében, hogy megbecsüljük az embereket. Amint a gazdasági növekedés lehetővé teszi, ezen dolgozunk, a gazdasági kilátásaink a kormány megfeszített munkájának köszönhetően egyre jobbak, a gazdasági növekedés várható, nincsenek elfelejtve a bölcsődében dolgozó emberek, szeretnénk őket is megbecsülni. És én bízom benne, hogy ön is tudja azt, hogy nem szeretne az ország ismét a túlzott deficiteljárás alá kerülni. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a gazdasági lehetőségeinkhez mérten növeljük a béreket. Ezen az úton elindultunk, és a bölcsődékhez is el fogunk jutni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Erzsei Katalin képviselőasszonyt egy perces viszont válasz illeti meg. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Hát ezek szerint az az állítás, hogy Magyarország jobban teljesít, nyilvánvalóan ön szerint sem igaz, hiszen ha a gazdasági teljesítmény megengedi, akkor emeljük a bért, ugye ezt ígérték, mivel nem emelik a bért, akkor sajnos a másik állításuk hamis. De a bölcsődei dolgozók bére csak az egyetlen aspektusa annak, hogy amire most már immár a Jobbik is rákérdez, hogy mi az oka annak, hogy önök képtelenek belátni, hogy nem a pénztámogatások, hanem a nőknek, a gyereket szülő anyáknak a munka és a családi feladatok összehangolása a legnagyobb probléma. Egészen mostanáig folyamatosan arról beszéltek, és ebben konszenzus volt, mert úgy látom, hogy ezt senki nem érti ebben a házban, nem a pénztámogatások az elsődlegesek.
Az, hogy hogyan becsüljük meg a bölcsődei dolgozókat, az szorosan összefügg azzal, hogy milyen körülmények között tudják nevelni a gyerekeinket, és hogyan tud visszamenni az édesanyja. Azok, amiket felsorolt, konkrétan nem segítik azt, hogy az édesanyák visszamenjenek dolgozni, adófizetővé váljanak, és ezekből az adókból újabb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, például a családi napközik létrehozására. Amíg ebben az ördögi körben toporgunk, addig nem is lesz valós válasz. Köszönöm szépen, a viszont válasz megilleti az államtitkár urat is. Van valós válasz, az előbb már részben elmondtam, képviselő azt, hogy még egyszer megismétlem önnek is. A munkahelyvédelmi akciótervben ez év januártól a gyedről gyesső visszatérőknek a munkáltatóknál 2 évig nem kell járulékot fizetni, ezt megemeljük 3 évre. Ezzel is támogatjuk őket. Magyarország higgye el, hogy jobban teljesít, a bölcsődék finanszírozása jelentősen emelkedett az elmúlt időszakban és fog a következő időszakban is, ez sokkal kiszámíthatóbb működést jelent a bölcsődék számára is. A megnövekedett finanszírozás a fenntartóknak lehetőséget teremt arra is, hogy egyéb plusz juttatásokat biztosítsanak a dolgozóiknak, például különböző jutalmakat, kafetériát és Erzsébet utalványt, és egyéb más lehetőséget ad, hogy megbecsülésünket ilyen módon is kifejezzük a bölcsődékben dolgozóknak. Én bízom benne, hogy ön is látni fogja mi hamarabb ezeket a döntéseket. Egyébként pedig nyilván személyes példát akkor hadd mondjak én magam is, hogyha annyira rossz lenne a helyzet, higgy el, tisztelt képviselőasszony, akkor nem vállalnak ennyien gyereket. Többek között én is ezt kérdezte Dudorról, 1-ről a 3-ra, én is most, ha jó Isten is megsegít, 1-ről a 3-ra jutok, hiszen december végén várjuk 3. gyermekünket. Köszönöm szépen.